Én úgy gondolom, hogy ma azért jól vizsgáztunk, és a jövőben is úgy fogunk tenni, ahogy ma. Nem hagyjuk, hogy összeugrasszanak minket a fegyveres erők tagjaival, hiszen ugyanolyan magyarok, mint mi. Nem fogunk csak azért összeugrani, hogy megmutassuk, hogy erősebbek vagyunk. Mert úgyis mi vagyunk erősebbek, de őket sajnos köti a parancs. Még ma. Persze egy birkózás nem biztos, hogy nem lesz ma még. Nem kell félni, nem fogunk ütni, de egy ilyen kis tolika. Fiúk, van nálunk kötél! Csináljunk kötélhúzást, mit szóltok? És akkor nem kell egymást fogdosni, nem kell erőlködni. Nem érzitek, hogy már azért izzadtak vagyunk kicsit? Én már érzem. Van itt kötél, tényleg? Na, kötélhúzást, gyerünk! Hoztunk kötelet! Kötélhúzást az viszont tök jó, hogy a rendőrség dilemmázik. Beengedjenek, vagy ne engedjenek be? Összeugorjunk, vagy ne ugorjunk össze? Engedj be! Engedj be! Engedj be! Kisfalac, kisfalac, engedj be! Kisfalac, kisfalac, engedj be! Engedj be! Törpe Orbán, engedj be! Törpe Orbán, engedj be! Ha nem engedj be, lófaszos, engedj be! Megsütít! Azért kértem vissza a mikrofont, hogy a média képviselőit, akik ma itt felvételt készítettek, arra kérjem, hogy a lehető legtárgyalagosabban tájékoztassák a magyar lakosságot, hogy ebben a devizaügyes kérdésben mi történik Magyarországon. Nem két-három perces bevágott részleteket várunk, hanem a valóságot. Megígérem a sajtó képviselőinek, hogy figyelni fogjuk, hogy mit és hogyan adnak le. Aki nem a valóságot fogja leadni, abban szemben a törvény erejével élni fogunk, és mindenféleképpen helyreigazítást kérünk, amennyiben a helyreigazítás nem fog megtörténni, pénzbüntetésre fogjuk köteleztetni az orgánum igazgatóját. Már kezdődött a Hír TV-vel, mert mikor már maradtuk, akkor azt mondta, hogy 150 nem vagyunk, és azért mondtam be, hogy nem annyian az igazat mondja. Öt perc. Én is a média képviselőkkel szeretnék szólni, egy kicsit Papp Péter vagyok. Kihívom bármelyik bankvezetőt egy órás élő adásban, bármelyik tévében, rádióban, és vitatjuk meg ezeket a tényeket, hogy mi van ezekkel a szerződésekkel. Mert ezek nem csak semmisek, nem csak tisztességtelenek, de még jó elkölcsbe is ütköznek, és mindenféle egyéb másba. Úgyhogy várom bármelyik banknak, bármelyik képviselőjét, legyen az jogász, közgazdász vagy bankvezér. Én nem vagyok se jogász, se közgazdász, de nyugodtan elviratkozok ezekről a témákról, egy-két órán erejéig, akár tovább is, bármelyik nyilvánosság előtt, bármelyik banki szarházival. Köszönöm szépen!